tisztelt püspök úr, tisztelt miniszter úr, nagy tisztelt ősperes urak, nagy tisztelt lelkész asszonyok, lelkész urak, tisztelt református gyülekezet. A nagykorsági református egyházmegye közgyűlésén tisztelettel köszöntöm határon túlról érkezett testvéreinket és az ünnep minden kedves résztvevőit. Nagy szeretettel és tisztelettel gratulálok Konstantin ősperes úrnak megválasztása, megbízatása alkalmával, hiszen ez egy rendkívüli szolgálat, amely teljes ember nagy odaadást kíván, és kíván azt, hogy ő családja támogatásával, valamennyi jelenlévő segítségével, Isten áldásával végezze feladatát az elkövetkező években. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt ünneplő gyülekezet! A nagykorság történelméből világosan kiolvasható az az üzenet, hogy Magyarország olyan volt erős, amikor létét, gyarapodását jövő év két tartó idénre helyezik. Az egyik az erős nemzettudat, a másik a keresztény. A közösségi élet centrumai, a szívünknek oly fontos dolgok, a Kárpát-medencében egyedülálló kultúránk, nyelvünk, műveltségünk, azok a templomok, óvodák és iskolák, gyülekezeti házak, amelyek mindennek keretet adnak, rendkívül fontosak és értéket jelentenek. Legyünk büszkék arra, hogy nagykorúak vagyunk. Büszkék vagyunk arra, hogy ennek a templomnak a falai között lehetünk, amelyet itt való őseink építettek. És büszkék lehetünk arra is, hogy az egyházüldözés évtizedei után itt Karcolon és a nagykorúságban sikerült helyreállítani az egyházak megbecsülését, a reformátusság tekintélyét, visszaszerezni az intézményeket és gyarapítani azokat. Ebben a munkában nagyon sokan szolgáltak, és én büszke vagyok arra, hogy Pons Tibor esperes úr kezdetétől fogva, mióta Karcagon dolgozik, hihetetlen lelkesedéssel, szolgalommal gyarapította értékeinket, fejlesztette az intézményrendszert, a ítéletet, és elmondhatjuk azt, hogy az 1996-ban újraindult református általános iskolában, illetve a Nagykor református gimnázium és egészségügyi szakközi gimnáziumban több mint 800 diák tanul. 100 fő számára biztosítanak munkahelyet. És 2017-től beindult a szociális ellátórendszer is. Nagy dolgok ezek, és mutatják azt, hogy érdemes a közösséggel tenni és dolgozni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az emlékezet olyan, mint amikor egy koricaszárat húzunk ki a földből. A szárral együtt jön a gyökér is, és a gyökerek között egy jó karatag a föld, írja Móricz Zsigmond. Ez a mi kemény, nagykorsági, szikes anyagos föld, amely kiváló embereket nevel, és soraink közé fogadja azokat is, akik nem ennek a tárgyaknak a szülöttei. Én szeretném megköszönni azt az áldozatos munkát, amelyet Besztercei András esperes úr végzett egy generációt átívelő időben. Gratulálok a 70. születésnaphoz, kíván azt, hogy Isten éltesse sokáig. És kívánom azt, hogy az elvégzett munkának legyen folytatása Pons Tibor esperes úr részéről, és mindannyian segítsük ebben őket. Én ebből az alkalomból hoztam egy ajándékot Besztercei András esperes úrnak, Kósa Klára művészünknek egy alkotását, amelyet kérem, hogy fogadjon szeretettel. Ez az alkotás talán a mai alkalomnak egyfajta keretbe foglalását is jelenti, hiszen benne van az oszlop, a hit oszlopa, Isten báránya, a címer, és az ő négyjegye is, hit, haza, nemzet és érték, kereszténység egyszer. Jó erőt, jó egészséget kívánok, jó Isten áldásával!